Az első tanítási napon Marcali város egyik általános iskolájának tanulóit az iskola kezdéskor sártenger fogadta. Az iskola melletti utcát elöntötte a sár, ami balesetveszélyes, és persze a kis nebulók lábeléje sem erre van kiképezve. Meglepődve vettem reggel észre, hogy a járdán sártenger várja a gyereket. Az utcára nem merem kiengedni, mert nincs zebra, és ezért a gyereknek át kellett gázolni a sáron. Mentem az én nyitóra vele, az én cipőm és az övé is. Teljesen sáros lett. Az egész városban a vízelvezetés problémája nem megoldott. A lakók hiába fordulnak az önkormányzathoz segítségért, panaszukra ígéret érkezik, de megoldás nem. Ezeket a panaszokat továbbítottuk a közútkezelőjéhez, illetve a kivitelező műszaki ellenőréhez, és reményeink szerint mielőbb kijavítják, illetve meg fogják oldani azt a problémát, hogy ilyen csapadékos időben vagy ilyen vihar után se okozzon a városnak ekkora problémát ez a lezúduló csapadékvíz. A folyamatos nyári esőzés viszont megmutatta, miről is beszélnek a lakók, sőt a város felé haladva még több és több ingatlannál jelentkezik a probléma. Beszok folyni hozzánk a házalári, hát látszik. Sőt, bemegy, itt van a vízóraknánk, ilyen 40-50 centis víz is volt már benne, sáros víz. Hát az iskolások nem tudnak elmenni. Ki kellett nekik menni az úttestre, hogy el tudjanak menni. Az esőzés elmúltával is a sár napokig elborítja a járdákat és az úttestet. Hát elég szomorú ez a mai világban, hogy ilyen sáros utakon kell járni, mikor itt vagyunk Marcaliban. Amióta megkészült ez az árok végül is, azóta itt, ha nagyobb eső van, mindig sár van. És azért nem kellemes így menni dolgozni, hogy a cipőnk sáros, mire odaérünk, pedig innét jövünk a szomszédból. Kerékpársáv kialakítása nem történt a projekt során, pedig nagy kerékpáros és autós forgalom van az említett útszakaszon.